holtan találták hotelszobájában Taylor Hawkinst, a Foo Fighters dobosát. Taylor Hawkins a kivetítőn a Foo Fighters egyik koncertjén, MTI EPA. 50 éves korában elhunyt Taylor Hawkins, a Foo Fighters rock együttes dobosa jelentette be a lesújtó hírt a banda a Twitter oldalán. Jó hírek a hétvégi időjárásról. Kampányáró, nem lennék se Joker, se Batman, azért ne szálljunk el. Fekete Győr András válaszolt kérdéseinkre az első blikre. A Foo Fighters családot tönkretette szeretett Taylor Hawkinsunk tragikus és idő előtti elvesztése. Zenei lelkülete és fertőző nevetése mindannyiunkkal örökké élni fog. Osztozunk a család gyászában, írta az együttes. Hawkinsonnak 2 tizenéves gyermeke volt, Oliver és Annabelle. Feleségét, Alison Hawkinst 2005-ben vette el. Taylor Hawkins és felesége Alison Northfoto. A Foo Fighters jelenleg Dél-Amerikában koncertezik, tegnap este a Kolumbiában, Bogotában megrendezett fesztivál Estereo Picnic sztár fellépői lettek volna, azonban Hawkins halála miatt nem álltak színpadra. A Daily Mail azt írja, a bogotai hotel szobában találtak rá holtan. A rajongók a hotel előtt gyertyákat gyújtottak. Mentőautó és rendőrautók a hotel előtt, MTI EPA. Taylor Hawkins a Foo Fighters 28 éves fennállása alatt 25 évig zenélt a világ egyik legsikeresebb együttesében, 1997-ben került a bandába William Goldsmith helyére. A Foo Fighters-en kívül voltak egyedüli zenei munkái is, 2007-ben a Live Earth projektben játszott a Queen dobosa, Roger Taylor, és a Red Hot Chili Peppers dobosa, Chad Smith mellett is, illetve közreműködött / 2010-ben megjelent szólólemezén is.